No, nagyon sok szeretettel köszöntök itt mindenkit. Ugye gondolom eljutott már mindenki ez a hír, hogy szeptember 18-án időközi választások lesznek Újbudán, többek között itt a Gazdagréti Sasadi 14-es körzetben is, ami itt látható mögöttem ezen a remek táblán. Én Lados Tamás vagyok, a várost vezető 6 párt támogatásával indulok itt ebben a körzetben képviselőjelöltnek, és ezt a bemutatkozó fórumot alapvetően azért szervezzük, hogy itt hát én magam bemutatkozzak, illetve megismerjem az itt lakóknak a problémáit. Én nagyon köszönöm Annának, illetve Zitának, hogy itt vannak velem ezen a alkalmon, ami nekem egyébként egy egészen új szerepkör, mert bár egész sok ilyen lakossági fórumot szerveztem már életemben, én a Helyi Momentumnak vagyok a vezetője, úgyhogy már 17 óta elég sok kampányt megéltem, ellenben most ez az első, hogy én jelöltként és ilyen front szereplőként jelenek meg egy ilyen lakossági eseményem. Amire én igazából alapvetően kíváncsi vagyok, az tényleg az, hogy ti itt lakók mit gondoltok arról, hogy mit kell fejleszteni ezen a környéken, mik azok a problémák, amikkel az önkormányzatnak a következő ciklus hátralevő részében foglalkoznia kell. És mielőtt átadom itt a Annának és Zitának a szót, én nagyon röviden, csak hogy ki is vagyok én. Én nem vagyok budapesti születésű, én Győrben születtem és nőttem fel. Aztán 2010-ben az egyetemi tanulmányaim elején érkeztem ide Budapestre, és itt a Dajka Gábor utcában, ugye kicsit északabbra, ott az Elte kollégiumban kezdtem el élni, és ott éltem a következő 9 évet, úgyhogy mondhatni én itt Sasadon váltam újbudaivá. Egyébként végzettségemre nézve történész vagyok, és itt szokás is, vagy most már egy visszatérő téma, hogy még írom a disszertációmat, még nem szereztem meg a doktori fokozatot, de ennek az egyik fejezete egyébként a Sasadnak a középkori történelméről szól, úgyhogy ilyen kötődésem is van ehhez a területhez. És ahogy már említettem, így az újbudai közélethez így 2017 óta kapcsolódom erősebben. Ugye a Momentumba léptem be, itt kezdtem el politizálni, azóta számtalan kampányon dolgoztunk itt együtt a szövetséges pártokkal is, ugye kezdve az önkormányzati választástól, most egészen a 22-es országgyűlési választásokig, ami valószínűleg mindannyiunk számára egy nem kellemes élmény volt, de legalábbis itt Újbudán sikerült egy biztató eredményt felmutattunk, és bizonyítani azt, hogy azért az itt élőknek a többsége az továbbra is szeretne egy szabad, nyugodt és emberséges, a lakosság irányított politikai irányvonallal dolgozni. Én alapvetően ezt szeretném itt megtestesíteni, és ezt az irányvonalat folytatni. Én őszintén azt gondolom, hogy a 21. században a közéletnek arról kell szólnia, hogy a politikusok igazából összehangolják azokat a különböző érdekeket, amik egy város lakókat összekötik egymással, mert nyilván rengeteg minden problémát ezerféleképpen látunk, és minél több, minél sokszínűbb észrevétel érkezik, annál megalapozottabb döntéseket tudunk hozni. Én ezért szeretnék minél több ilyen lakossági fórumot és beszélgetést tartani az itt élőkkel, hogy ezeket az álláspontokat megismerjem és utána közvetíteni tudjam. És szerintem röviden ennyi, és odaadom Annának a szót. Köszönöm. Én is nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Mielőtt elriasztunk mindenkit a mikrofonok összegerjedésével, ki kell kapcsolnunk a technikát. Szóval, hogy nagyon jó érzés újra egy ilyen fórumon itt lenni, és tegnap ugye már a lágymányosi körzetben, ahol szintén időközi választás lesz, szeptember 18-án tartottunk egy fórumot, ahol Devecseri Mátyás mutatkozott be, és én azt látom, hogy a választás óta eltelt pár hónapban azért nagyon sokan nagyon kétségbe estek, és nagyon sokan reményvesztettek, és nagyon sok olyan döntést hozott a kormány, és akkor zárójelet kinyitom, nem szeretnék itt most országos politikáról sokat beszélni, ha csak önök nem szeretnének ezzel kapcsolatban bármit kérdezni vagy megbeszélni, de hogy nyilván az országos politikában olyan események történtek, a kata eltördése vagy ellehetetlenítése, a rezsi számláknak a drasztikus növekedése az ősztől, ami nagyon sok embernél
nem az, hogy kiverte a biztosítékot, hanem egyszerűen a mindennapi megélhetését sodorta veszélybe, és szerintem rengeteg ember van most ebben az országban, aki azt érzi, hogy fogalma sincs, hogy szeptembertől hogyan fog egyről a kettőre jutni. És nyilván nagyon sokan azt érezzük, hogy oké, de mi a francot lehet csinálni ezzel a mostre kétharmados többséggel, amivel szemben állunk a parlamentben, és amikor így ennek a, nem tudom, reménytelenségnek az egyik hullámában voltunk, akkor posztolt a Szabó Szabolcs, aki parlamenti képviselő Csepel-Soroksáron, arról a Facebookon, hogy ávitt roma, hátrányos helyzetű szegény fiatalokat az Adriára egy pár napra nyaralni, mert hogy megígérte nekik tavaly, hogyha jó osztályzattal végzik el az iskolában a tantárgyaikat, akkor kvázi ez lesz számukra a jutalom. És én ezt így kb. 20 perccel azután láttam ezt a posztot, hogy ő ezt kitette a Facebookra, és azt láttam, hogy ilyen, nem tudom, sok százas megosztás, sok ezres lájkolás, és hogy mindenkiben ez keltette föl a reményt. És hogy igenis lehet tenni alacsony szinten ugyan, de lehet tenni olyan dolgokat, amikkel segítünk embereknek, amikkel közösséget építünk, amivel pozitív példát mutatunk. És azért hozom ide ezt a példát, mert hogy bármennyire is az önkormányzatokat ellehetetleníti a Fidesz szisztematikusan 2019 óta főleg, de valójában 2012-3 óta, amikor az iskolákat elkezdték központosítani, a kórházakat, aztán az építéshatóságot, stb. De hogy mégis az önkormányzatiság az a szint, ahol igenis tudunk tenni a közösségeinkért. És én abban bízom, hogy a 11. kerületi városvezetés 2019 óta, ez a 6 párt, ahogy a Tamás is elmondta, bizonyította azt, hogy igenis egy más szemléletet képvisel, igenis meghallgatja az itt élőket, igenis akár képes saját döntéseit is újraformálni, hogyha azt érzi, hogy a lakosság igényeivel ez nincsen szinkronban. És még ha nincs is elég pénzünk, még hogyha egyik napról a másikra is dróton rángat bennünket a kormány, de lehet olyan dolgokat tenni, amivel az itt élőknek jobb lesz. Mindent megtettünk azért, hogy visszafogjunk építkezéseket, hogy sok száz lakásos lakóparkok helyett kisebbek épüljenek, hogy tegyenek hozzá az infrastruktúrához, fejlesztenek óvodákat, bölcsödéket, orvosi rendelőket, újtsák fel a játszótereinket, és nyilván ezek nem lehet egyik napról a másikra így egy új világot építeni, de abban bízom, hogy az irány az látszik, hogy igenis egy jobb, egy zöldebb, egy fenntarthatóbb, egy szolidárisabb, egy közösség alapúbb új Buda felé mutat. És azért nagyon-nagyon fontos, hogy szeptember 18-án mindenki eljöjjön és vegyen részt ezen az időközi választáson, mert ahhoz, hogy ezek az értékek érvényesüljenek és erősödjenek az önkormányzatban, ahhoz nagyon fontos, hogy ebben a körzetben Lados Tamás, Lágymányoson pedig Devecseri Mátyás kerüljön ki győztesként, amire egyébként minden esélyünk megvan. De ehhez nekünk egyre sokat kell dolgoznunk, a jelölteknek el kell jutniuk minél több Gazdagrétihez, Sasadihoz és Lágymányosihoz, önöknek pedig el kell jönniük választani, és nagyon remélem, hogy elnyerik az önök bizalmát a jelöltjeink, és utána pedig be fogják bizonyítani, hogy ugyanezekért az értékekért fognak nagy odaadással dolgozni. Úgyhogy én még egy pár szót mondanék a Tamásról, aztán átadom a szót az Itának, aztán pedig önöké a terep. A Tamást most már majdnem 5 éve ismerem. Itt a helyi Momentumnak a vezetője most már hosszú évek óta. Nagyon sokat tesz a közösség építéséért. Alpolgármesterként együtt dolgoztam vele az átláthatóság ügyén, amiben nagyon komoly eredményeket értünk el. Igazából a legtöbbet tettünk az átláthatóságért az ez a minimum csomaghoz csatlakozó önkormányzatok közül, amire szerintem mindannyian nagyon büszkék vagyunk. Úgyhogy Tamás szerintem már eddig is bizonyított, és tudom, hogy a következő években pedig meg sokszorozott erővel fog az új budaiak érdekében dolgozni. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, hogy ennyien eljöttek itt éppen július végén, nyár közepén az első kezdő fórumunkra, a bemutatkozó fórumra.
Azért is fontos, hogy végig gondoljuk itt Gazdagréd, Madárhegy és Sashegy környékét, hogy mi az, ami igazából ennek a területnek nagyon lényeges. Ugye a választási körzetek beosztása, itt azt hiszem, hogyha mindenki itt a környéken él, akkor tudja, hogy itt, ahol most állunk, az a, mondjuk a 14-es körzet, akkor a közepe 16-os és a teteje 17-es körzet. Tehát a Gazdagréd is három részre van osztva, három különböző személyiség, aki megválasztanak, ő tudja mondjuk gondolkodni a fejlesztéséről. De ezt nem lehet három személynek külön-külön irányban gondolkodni a fejlesztéséről, hanem együtt, közösen, és az itteni lakossággal együtt kell kialakítani. Ugyanez Madárhegyre, és ugye épül Sasad és Sashegy területére is igaz. Tehát ez a közös gondolkodás, itt a térkép egyébként nagyon jól mutatja az alsó részét, a felső, és utána a teteje része az, ami még itt a mi terület láthatja, hogy milyen, mekkora és milyen változatos területről kell nekünk gondoskodni, fejleszteni és közösen építeni, szépíteni. Ja, van egy paneles részünk, van egy épülő, madárhegyes fejlesztési részünk, fejlődő részünk, és maga ott van a Sasad, Sashegy, ami régebben őszi barackos volt, és abból épült fel ez a családi házas, kisebb társasházas övezet, ami most már nagyon nagy, aminek nagyon nagy problémája például az átmenő forgalomnak a kezelése, az, hogy mennyien száguldoznak a területünkön. Épp most hallottam itt a gazdagréti kollégáktól és itt lakóktól, hogy például nem tartják egyesek tiszteletben az egyirányú utcáknak a behajtani tilos tábláját, hanem igazából egymással szembe találkoznak. Tehát olyan napi problémákkal kell, napi problémákról kell gondoskodnunk, ami a folyamatos itt létet várja el a képviselőktől. És én azt hiszem, hogy Tamás elkötelezett emellett a feladat mellett. Az, hogy naponta itt legyen és itt éljen velünk egyébként, velünk együtt ebben a körzetben, mint ahogy én a 16-osban és Keller Zsolt pedig a 17-esben. Tehát erre nekünk nagyon nagy szükségünk van, és Tamásban ebben megvan a hajlandóság, és ezért is gondolom, hogy fontos, hogy elmenjünk választani, és 18-án Tamásra tegyük az X-et. Mielőtt elkezdődött ez a fórum, Devecseri Mátyás kollégával egy integrált településfejlesztési stratégiai közösségi tervezésén voltunk a Feneketlen tónál. Ott nem voltunk ennyien egyébként, hogy elmondjam, kevesebben voltunk, de nagyon hasznos beszélgetést folytattunk. Ugye arról, hogy egyes városrészeknek milyen fejlesztésre vannak szüksége, milyen fejlesztésre van szüksége, és ebből a külön kis városrészi fejlesztésekből előjött, hogy mi az, ami egész Új-Budának szüksége van. Ugye ez egy első körös megbeszélés volt a szakemberekkel együtt, de szakembereknek irányt tudott mutatni az eljövő 8 fő, aki egyébként ott volt velünk, hogy mi az, amit szeretnének látni. Különböző civil szervezetek képviselői voltak ott, akik külön meghívást kaptak, és akik el tudtak jönni például. Tehát ezért fontos az, hogy a lakossággal való kapcsolattartás és a lakosság meghallgatása közös érdekünk legyen. És a Tamás akár az átláthatóság kapcsán is látja azt, hogy mennyire fontos a közösség és a civil szervezés is, és ebben szerintem partnerek tudunk lenni, és partnerek is vagyunk ebben az ügyben. Arra azért mindannyian szerintem fel kell készülnünk, hogy vannak problémáink, és ezt látjuk, beszéltünk is már erről, és nem tudom, hogy egy fel fog-e merülni, de a Lidl elkezdte az építkezést itt a Beregszász úton, tudom, hogy például erre választ kell adnunk, és ezt tisztázni ezt a helyzetet. Ugye a Madárhegyi építkezés itt a változtatási tilalommal sújtott területen 3 év után jövő februárban le fog járni. Tehát olyan problémákkal kell, amit nekünk kezelnünk kell, hogy jól tudjon, mondjuk úgy, hogy mindenkinek a megelégedésére. De Gazdagréten például azért számos fejlesztést tudtunk elérni a gazdagréti dzsungeljátszó tér kapcsán, és itt a Nagyszeben tér az, ami a következő olyan projektje Tamásnak, szerintem ami biztos fel fog merülni, hogy hogyan tudjuk élhetővé tenni. Tehát a kerületek, ugye zöldebbé, élhetővé szeretnénk tenni Új-Budát, és ez a Nagyszeben tér is például ilyen terület, amit mindenképpen szeretnénk folytatni, és mindenképpen szeretnénk erre megoldást
megoldást találni, mert ez a beton dzsungel, itt a hőszíget hatásában tudom, az itt élők, akik szeretnének itt pihenni, ez nekik itt borzasztó. Úgyhogy erre mindenképpen megoldást kell találnunk. Szerintem lehet is szépen lassan, fokozatosan, nem egyik napról a másikra, de fokozatosan találni. Úgyhogy ebben tudunk együttműködni, és kérem, hogy szavazzanak Tamásra majd 18-án. És kérjék meg a szomszédokat is, hogy menjenek el és szavazzanak. Köszönöm. Igen, egyébként jó, hogy mondtad ezt a Beregszász úti Lidlt. Most mielőtt ide jöttem, pont egy ott a környéken lakó hölgy keresett meg, hogy menjünk egy kört, mert szeretné ott megmutatni, hogy mi történik, meg hogy őt és a szomszédait nagyon kifejezetten zavarja. És szerintem azért egy jó példa arra, hogy miről is szól egyébként a várospolitika, mert teljesen egyértelmű, hogy ott a közvetlen szomszédságot, hogyha elkezd épülni egy nagy áruház, az érthető módon zavarja. Növekedni fog a forgalom, kellemetlen az építkezés. Ezt én is tapasztalom egyébként, most éppen az én erkélyem egy még nagyobb építkezésre néz. Ugyanakkor, amikor először hallottam erről a problémáról, akkor így megkérdeztem azokat az ismerőseimet, akik itt a környéken élnek, ugye az említett Dajka Gábor utcában, és ők meg abszolút örültek annak, hogy itt nyílni fog egy Lidl, hiszen ők nyilván távolabb élnek ettől, őket már közvetlenül nem zavarja, ellenben örülnek annak, hogy születni fog egy olyan szolgáltatás, ami számukra egy közelebb van, egy olcsóbb áruház, tehát értelemszerűen ez az ő életminőségüket javítani fogja. És egy ilyen helyzetben van szerintem az önkormányzatnak az a kötelessége és az a feladata, hogy meghallgassa mind a két felet, vagy akárhány felet, és próbáljon azokra a konkrét igényekre és problémafelvetésekre valamilyen formában reagálni. És itt például, erről beszéltem már Gerhardt Attilával, ezért felelős alpolgármesterrel, mondta, hogy például az egy tökre jó megoldás tud lenni ebben a helyzetben, hogyha ott a Beregszász úti Lidl, leendő Lidl környékén úgy alakul majd át a forgalom, hogy magára a Beregszász útra kevésbé lehet majd felhajtani, hanem a Lidlnek a forgalmát azt a Budaörsi út felől egy ott épülő mély garázsba fogják bevezetni, így módon csökkentve a környéknek a terhelését az autók által. És ami még ott feljött, ugye maga ez a Nagy Szebentér, ez viszont olyan, ahol valószínűleg minden érdek egy lapon van, tehát itt teljesen egyértelműen egy zöldítésre és egy árnyékosításra van szükség, és amennyire tudom, itt az volt egészen eddig a probléma, vagy ami az akadályozó tényező, hogy még garancia volt erre a burkolatra, ami, ha jól tudom, egyébként a közelmúltban lejárt, tehát hogy a ciklus végére már lehet ebben előrelépéseket tenni majd. És igazából én átadnám a szót itt a kérdéseknek. András. Köszönöm szépen. No, hát első körben annyit, hogy Tamásra sokat beszélgettem, részben magánemberként, már részben a kerületi civil szervezetek tanácsának egyik tagjaként, és azt kell mondjam, hogy nagyon szimpatikus rác, és nagyon jó elgondolásai vannak. Tehát nem tudom, ki mennyire találkozott vele, de a Tamás csinált egy civil részvételisegi programot, 6 pontból állt, remélem része lesz a választási kampányodnak, ami a civileknél úgy ment át, hogy mondani szokták, csont nélkül. Tehát, hogy egyértelműen rábólintottunk mindegyik pontjára, kis dolgokat még hozzá tudnánk tenni, de ez így önmagában nagyon jó. És én azt gondolom, hogy itt mint gazdagréti, nagyon régóta gazdagréti, pontosan erre van szüksége az itt élőknek is, hogy egy olyan párbeszéd legyen, ahol a lakosság elmondja, mit szeretne, te pedig megpróbálod megvalósítani. Nem várunk csodákat. Ez a Nagy Szebentér sem a csodák palotája, de hozzáteszem, itt már olyan mozgolódások történtek, saját füleme hallottam, hogy felmerült, hogy jöjjünk már éjszaka, szedjük már föl így sútyomba, és akkor majd valami történik utána, mert hát történni kell. Egyébként jól tudod, lejárt. Tehát azért ebben már lépkedett, és Keller Zsoltot is csak dicsérni tudom, mert ugye ketten együtt, mert a gazdagréti tér az ugyanez, dettó. Tehát itt úgy van 40 fok, 45 fok, amikor süt a nap, hogy az elviselhetetlen. És itt hát megnézzük, hogy hány pad van, és még hány lehetne, és kihasználatlan. Nem tudnak leülni, mert itt egyszer levegőt nem lehet kapni. Egy hete itt csináltam egy riportot a Bodainé Klócz Adriennel, hát én gyakorlatilag a végére élő halott voltam, levert a víz. Tehát azt nagyon szeretnék az itt élők, hogy ebben minél gyorsabban. Tudom, jön az ősz. Na de hát most kell nekiállni, hogy jövő nyáron ez már ne legyen probléma. Ugye létrehoztam a 14-es számú választókörzetnek egy Facebook oldalt, hogy azt ígértem, én ezt tartom, aki megnyeri, megkapja. Hát nem akarok ilyen ráülni erre, csak szerettem annak, hogy legyen már egy ilyen, mert ugye az ITA viszi a sasad, gazdagrét,
Madárhegy, jól mondom, ugye, oldalta a Zsolt viszi a 17-es számot, miért pont ennek a körzetnek nincs? Soha nem is értettem. Tehát legyen. És az akkor, ha te nyersz, akkor a tiéd. És akkor beszélgess a lakossággal, meg az, hogy itt nagyon nyitott. Ez a mi kis falunk. Egybeértek itt mindent, még a környéken élőket is. És a mi kis falunk arra vágyik, hogy ez olyan maradjon, mint amilyennek mi ezt megálmodtuk, és amilyennek megszerettük 25-30 évvel ezelőtt, gyakorlatilag a felépítésétől kezdve. Ja, itt van mellettem egy épület, ez a volt Spárnok, vagy nem is tudom mi volt már, akit a Spár fővásárolt, már a nevét is elfelejtettem, aztán kínai üzlet volt. Ugye ilyen kérdést csokrot tettem fel ebbe a bizonyos csoportba, és az egyik legtöbbet kapott, vagy támogatott, az ez volt. Mit tud tenni az önkormányzat? Fölveszi a kapcsolatot a Spárral, egyezkedik-e? Ad-e valami ajánlatot? Megkérdezi, hogy mit akarnak ezzel csinálni, mert az épület jelenleg funkció, az egy dolog, hogy nincs funkciója, de az a baj, hogy van funkciója, ugyanis oda járnak a hajléktalanok ezt-azt csinálni. Tehát körbe. Tehát ezt az itt élők napi szinten láthatják. És még összetehetjük a kezünket, hogy ez itt nem az Ali körzete, mert ott még több van, de egyébként ott szoktak állni a majd tapasztalat. Ott szoktak állni az Eleven Center aljába, és hát azért banám stílusuk. Nem velem szemben, de azért látom, mit engednek meg maguknak nőkkel szemben, meg gyerekekkel szemben. Tehát ebbe is várják a segítséget az itt lakók, hogy lehet ez ellen valamit adott esetben tenni. A Nagyszebben téren fent, ahol kezdtük a beszélgetést, nagyon várják, hogy valami árnyékolást, lehet ez mesterséges napvitorla, tök mindegy. De az egy egész szépen összerakott térlet, meglátásom szerint, kinőtt a fület minden, csak árnyék nincs. Ugyanez a baj. Tehát gazdagrétnek adjuk vissza az élhetőségét, és ahhoz ezekre van szükség. És akkor ebben biztos, hogy a civilek mögét fognak állni. Mert mi semmi más nem szeretnénk, mi nem akarunk politizálni. Mi egy dolgot szeretnénk, hogy ez a terület olyan legyen, amilyen volt, és több zöld ne tűnjön el. Most el lehet ugyan adva egy kis sarokot a Rodostó utca sarkán, de könyörgöm, most már többet tényleg ne. Tehát hagyjuk már így, ahogy van. Madárhegy, amit Zsolt Ézi találhat, Madárhegyet tönkre vágták. Nem akarok itt példálozni, hogy kik, ez hosszú évek munkája volt. Ez a terület tönkre van vágva. Onnan minden eltűnt, ami ott volt, és amit mi átéltünk és itt szerettünk, én legalábbis fiatalként. A gyerekeim ott voltak velem, akik ma már felnőtt nők, és ma azt látom, hogy mi lett belőle, egy betonszörny. És igazából nem elég, hogy tele van betonnal, nincs benne semmi. Tehát van lakóingatlan, aztán semmi más. Tehát azok az emberek is szenvednek. Úgyhogy így elsőre, aztán még töröm a fejem, miket kérdezek, tudnék. Elsőre ennyi, hogy azért átadjam a szót másodnak, és én azt kívánom, hogy minél több ilyen lakossági fórumot tartsál, kint, bent, teljesen mindegy, minél több embert hallgassál meg, és azt kívánom, és arra biztatom az itt élőket, mert a demokrácia az így működik, bármennyire is elfelekezünk néha róla, hogy akkor oda kell menni, vagy ide kell jönni, akkor beszélni kell, kérdezni kell, vagy észrevételeket kell tenni. Tehát mindenkit arra biztatok, hogy minden itt élőt erre biztassatok, hogy igenis részt kell venni. Közönnyel semmire nem megyünk. Azzal csak oda jutunk, hogy ugyanaz rossz lesz, mint amilyen volt, vagy rosszabb. Azzal semmire nem megyünk, hogy szídunk embereket. Tök mindegy. Én nem a felelőst keresem itt se, pedig tudnék mondani felelőst most is. Nem a felelőst keresem, hanem a megoldást. És Tamás, én a megoldásokban bízom, hogy megoldásokat hozol a problémákra, és akkor nem kell foglalkoznom a felelősökkel. Mert a lokálpatriótában, amit ugye én vezetek egy személyben, annyira szívesen írnék csak olyan dolgokról, hogy ja Istenem, ez is felépült, az is megvan, zöld van, itt van, ott van. Hát nem az a jó, ha erről írunk. És én ezért azt kívánom, hogy minél több riport legyen majd a lokálpatriótában is veled, ilyen akciók után. Ezt és ezt Tamás elintézte. Ez a jövő. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igen, most egyébként már... Igen, hogy ezt kikapcsoljuk, akkor nem fogok berezegni. Én most már az elmúlt hetekben egész sokat jártam, keltem itt a környéken, és egész sokakkal megismerkedtem, ugyanis fel is mentem egy kört, Zsolttal is, Dáviddal is, és akárkivel beszélgetek, mindig ez a gondolat köszön vissza, amit most te is mondasz, hogy ezt a nyugodt világot szeretnék az itt élők megőrizni. Aztán az, hogy mit jelent ez a nyugodt világ az adott személynek, az nyilván teljesen eltérő emberről emberre. Tehát, hogy van, aki egy padot szeretne ott a Nagyszebben téren, mint ahogy most a hölgyek mondták, amikor találkoztunk az elején. Ugye nagyon sokan itt szeretnének kisebb zöldszigeteket, hogy ne egy ilyen betontenger legyen. Vagy például, akivel korábban ott a Perekszász úton találkoztam, ő szeretne így a mellékutcákban plusz egy-egy fekvőrendőrt, vagy valamilyen megoldást arra, hogy ne gyorsítsanak fel ott az autók. És ezek
szerintem jellemzően olyan kis fejlesztések, amiket tényleg lokálisan, ilyen emberléptékű szemmel lehet észrevenni, és akkor tudja egyébként a városvezetés is megismerni ezeket az igényeket, hogyha elmondják nekünk. És szerintem ez egy önkormányzati képviselőnek a feladata, hogy tényleg itt legyen helyben, folyamatosan monitorozza, keresse ezeket a kapcsolatokat, és hogyha meg tudja ezeket találni, és elmondják neki, akkor tudja ezt közvetíteni. Én ezt tudom vállalni, én ezt szeretem. Tehát, hogy a pártpolitikai életben is általában akkor vagyok elememben, és abban vagyok hatékony, amikor így a terepen vagyok, és tudom vinni az embereket ide-oda, és csináljuk meg, nem mindig a tervezéssel legyünk elfoglalva. Úgyhogy én ezt tudom vállalni majd a jövőben is. Egyéb kérdés? Mondok neked még egyet, amíg gondolkoznak. Hát ott csak, hogy hozzam a kedvet mindenkinek, hogy ne adjuk már ki a Sasadot, meg Sashegyet se, de főleg Sasadot. Zitával volt szerencsém ott járni egy ellenőrzésen a lakó pihenővezetben. Hát azt sokaktól hallom ott, hogy a Jóisten segítségét is kérik, nem lehetne bővíteni. És ami van, azt nem lehetne még szigorúban betartatni. Tehát azért, hát ott voltál, láttad, ami ott megy, az egyszerűen elképesztő, nem csak itt Madárhegyen is, elképesztő, hogy emberek a táblát nem ismerik. És van egy jogosítványuk, és azt se tudják, mi az a tábla, mit jelent. Itt tartunk, szomorú, de itt tartunk. De ha már nem tudják, hogy teljesen normális volt az az ütem, hogy igen, a Zsolt és Zita is kiment, és nem büntettek, figyelmeztettek, fölhívták a figyelmet. De azért azt gondolom, hogy lassan el fog jönni az ideje annak, amikor egy nagyobb lépést kell tenni, és lehet, hogy ez már például te feladatod is lesz, mert azt az övezetet azt nem azért találták ki, hogy egyébként menekülő útnak használják. És akik ott élnek, azok azt gondolták, hogy ez a tábla, ez számukra egy biztosíték lesz. Hát, szoszó. Ebben még adott esetben van mit javítani, úgyhogy kérlek, hogy ebben is járj előre, és ahogy sokan megfogalmazták, én magam is, de sokan megfogalmazták, mi nem politikust várunk, hanem képviselőt. Én nehez szeretném csatlakozni, ha lehet. Szívánok, hogy köszönöm. Micsoni Éva vagyok, Gazdag Réten élek 36 éve. Tehát nem olyan borzasztó itt élni, azért azt lássuk be, hogy ez viszonylag a budapesti viszonylatban is egy kellemes, élhető lakótelep. Ami nekem nagyon szimpatikus, ez például a helyi kihelyezett lakossági fórumok megbeszélések. Nagyon kevesen veszik a fáradtságot, hogy bemenjenek az önkormányzatba, vagy írjanak levelet, akár panasz, vagy akár valamilyen észrevételt tenni. Úgyhogy én mindenképpen javasolnám ezt megtartani, hogy ilyen helyi megbeszélések keretében legyen például a fogadóra. Azt szeretném Tamástól kérdezni, hogy van-e elképzelése neki, hogy itt, ezen a környéken miben lehetne javítani, vagy egyáltalán miben lehetne előrelépni. Én tudom, most egy kicsit el fogok kalandozni, én tudom, hogy az építésügy már nem önkormányzati terület, viszont ez a ház, ami itt mostanában felépül, ez az egymásra épül, ez valami borzalom. Tehát nem tudom, hogy ebben talán a Zita is tudna valamit mondani az ügyben, hogy lehet-e valamit lépni, hogy ne forduljon elő ilyen máskor. Ennyit szerettem volna mondani. Most jó, szuper. Akkor először András kérdésére a lakó pihenővezettel kapcsolatban. Szerintem az tipikusan egy olyan dolog, ami lépésenként történik. Ugye már önmagában az, hogy ez kijelölésre került, az már az alapja mindennek ilyen szempontból, és már van egy olyan hozadéka, hogy ugye a mindenféle ilyen forgalom
tervező rendszerek ugye az autókban már nem feltétlenül oda viszik be az autósokat, és ez önmagában valamennyire leveszi a forgalmat a dologról. Ettől függetlenül, amit mondasz, az egy teljesen valós probléma, nem csak itt, hanem jellemzően minden lakópihenővezetben szerintem így az országban vagy a fővárosban, hogy önmagában az emberek vagy az autósok nem feltétlenül tudják, hogy mit is jelent az a tábla. Erre egyébként van szerintem nagyon sok eszköz, nagyon sok lehetőség, amit lehet csinálni. Nyilván a baltával nekiesünk a dolognak az, hogy mindenhova fekvőrendőröket teszünk, vagy sorompót, meg ilyeneket, nem biztos, hogy ez a jó megoldás. De én hiszek abban egyébként, hogy az embereket lehet pozitív oldalról ösztönözni arra, hogy betartsák ezeket a szabályokat. Tehát szerintem nem is azért nem tartják be, mert nem akarják, hanem mert ők se tudják azt, hogy itt most 20 km per órával szabadna csak hagyni. Tehát például, hogyha egy kiegészítő táblát már oda teszünk egy ilyen lakópihenővezeti tábla mellé, már önmagában szerintem az is egy pozitív hatással tud lenni a közlekedési morálra ilyen szempontból. De igen, tehát hogy itt össze fel kell mérni azt, hogy hol is történnek ezek a szabályátvágások ilyen szempontból, és azokra a területekre koncentráltan olyan eszközöket alkalmazni, amik itt csökkentik a forgalmat a továbbiakban is. Tehát erre például ugye az elődömnek, ugye Dávidnak volt szerintem egy tök jó eszköze ott a Beregszász úton, amikor ugye kihelyezték ezeket a forgalomlassító dézsáknak nevezett dolgokat, ugye ezek ilyen nagy virágkockák tulajdonképpen, amiket így beletesznek az út szélére, és ezzel rákényszerítik az autósokat, hogy egy ilyen szlalomos mozgást írjanak le, ami önmagában ugye lelassítja a forgalmat, és már arra ösztönzi őket, hogy ne végigszágódjanak egyenesen az egyébként egyenes úton. Tehát, hogy ilyenekkel szerintem ezt még bőven lehet javítani a jövőben, és ezek egyértelműen megoldható dolgok. Éva kérdésére pedig, hogy mit lehet itt a környéken fejleszteni. Szerintem ugye már nagyon sokszor visszatértünk erre a térre, tehát hogy ennek a térnek a zöldítése egy egyértelműen feladat. Vagy például tudom, hogy ott a parkoló ott mögöttünk, ott nem igazán jó a közvilágítás, tehát annak a fejlesztése szerintem közbiztonsági szempontból is egy kifejezetten fontos lépés lenne így a következőkben. És igen, itt az építési engedélyekre rátérve, nyilván ez Új-Budának ma ez a legnagyobb kihívása. Tehát az, hogy hónapról hónapra újabb több száz lakásos társasházak építésével szembesülünk, mindezt úgy, hogy tulajdonképpen az önkormányzatnak már nincs olyan eszköz a kezében, amivel ezekkel igazán fel tudna lépni. Ugye itt már elvették tőlünk az építési engedélyezéseket. Szerintem ami ebben a helyzetben a városvezetésnek a feladata, és ebben kell nagyon határozottan így letenni a sarkunkat, hogy folyamatosan kapcsolatban kell lenni a beruházókkal, és megkövetelni tőlük azt különféle településrendezési szerződések keretében, hogy azt az infrastruktúrát, ami szükségessé válik egy ilyen lakosságnövekedéssel, azt abba ők beleszálljanak finanszírozási keretek között is. Ez az, amit önkormányzati szemszögből lehet tenni, és emellett egyébként én politikus vagyok, én nem szégyellem ezt alapvetően, meg erre alapvetően büszke vagyok. Tehát, hogy politizálni kell, és nyomást kell helyezni egyébként arra a szervre, ami jelen esetben amúgy a kormány, hogy adja vissza a építési hatósági jogköröket, hogyha éppen egy olyan szituáció van, ami indokolatlanul nagy terhet helyez a lakóközösségre, vagy magára a városrészre, akkor teljesen nyugodtan lehet petíciót indítani, és igenis lakossági nyomást kell helyezni az illetékesekre, akik ténylegesen meghozzák a döntéseket. És szerintem ebben az önkormányzati képviselők és a városvezetés tud a lakosság partnere lenni, akár azáltal, hogy jogi segítséget nyújt, mint például most ugye a Hamzsavégi sétány kapcsolatos közigazgatási per keretében, vagy akár pusztán azzal, hogy elmondjuk, hogy mi hogyan látjuk, hogy hogyan lehet minél nagyobb nyilvánosságot szerezni egy ilyen ügynek. Ebben szerintem egyébként mi egész jók vagyunk így az elmúlt években, tehát ebben egész sok tapasztalatot felhalmoztunk már, és ebben szerintem számíthat ránk a lakosság minden esetben. Nekem egy olyan problémám van, de már 20 éve, amivel már az Zitához is fordultam, hogy van itt egy mágikus sarok, a Háromszék utca és a Rétköz utca sarka, ami pont a kettőjüknek a körzete, tehát ott van a határvonal, és ott 20 éve kérem, hogy tegyenek egy tükröt, mert annyira balesetveszélyes kifordulni a Háromszékről a Rétköz utcára, mert egyszerűen nem látjuk a parkolóautók miatt a forgalmat. Ráadásul a református templom se nyírja a bokrokat rendesen, vagy nagyon túl, nem tudom milyen fajta bokrok vannak, de borzasztóan túl burjánoznak.
nem lehet látni semmilyen irányba, és azt már nagyon rég kérjük, és nem történt ebbe semmilyen megmozdulás. Annyit sikerült ott elérjük az ITA segítségével, hogy ott a sarkon van egy virágszalon, a Kleopátra virágszalon, és ott nem tudom mi van ott, valami biztos ingyen van, mert ott non-stop állnak az autók, és ott tetettünk ki, tehát a mi kérésünkre raktak ki egy megállni tilos táblát. Na, ehhez képest azóta folyamatosan ott állnak, senki nem viszi el az autókat, nem tudom kerülgetni őket, jön az iskola, ugye összeköti, itt van a Farkasréti iskola, ami ott viszik a gyerekeket, hozzák, viszik, ott szeptembertől májusig gyakorlatilag reggelente nem lehet kifordulni azon a kanyarok. És szerintem az, hát én most így az utóbbi időben egy 5 balesetet számoltunk össze, nem volt komoly, de nem hiszem, hogy meg kellene várni. Nem olyan nagy beruházás, gondolom én, oda egy tükröt tenni, ráadásul van is egy, hát jó, nem vagyok izé, de van egy oszlop talán, esetleg arra, ha rá lehetne tenni egy tükröt, mert látom, hogy a Sasadi úton megoldották ezt, és az nagy segítség volt annak idején, mert ott se lehetett látni a kanyarodásnál, de ez borzasztó, szóval ez nagyon rossz. Hogy az úgy ott van, és nem egy nagy, az is egy ilyen kisebb beruházás, nem hinném, hogy olyan nagy beruházás, hiszen nagyon nagy segítség lenne az itt élőknek. Nagyon szívesen rákérdezek erre a közlekedési osztálynál, hogy mit lehet ezzel kapcsolatban tenni, és visszajelzek ezzel kapcsolatban. Ez itt esetleg egy kallódó párakapu egy raktár mélyén. Ha már ilyen beton van itt, netántán, ha még egyet szerzel a Gazdavéti térre is, én esküszöm, imát mondok, érted? És keretbe foglalom a neved. Mert ha már ilyen, legalább a maradék időre, amíg át nem alakítjuk, hát ha segítene. Rengeteg idős ember van. Ezen a részen különösen. És az valami megnyugvást jelent, hogy legalább egy pára kapu. Tudom, minden pénz. Ezzel kapcsolatban, hogy legutóbb, mikor ott jártam, most be van kapcsolva. Tehát, hogy a szökőkút, ami azon a téren található, az legutóbb, mikor voltam néhány nappal ezelőtt, nem üzemelt. Hogy az így most állandó jelleggel nem üzemel, vagy csak a nyár miatt nem üzemel, de tudom, hogy télen, meg mikor hó esett, akkor üzemelt. Tehát, hogy ennek a logikáját, ez igen. Nem tudom ezzel kapcsolatban, hogy majd, hogyha azzal kapcsolatban lehetne ott valamit kezdeni, hogy szintén ott az hűsítse egy kicsit azt a területet, az lehetne egy megoldás. Előbb erre aztán. Már nekem elmondták, hogy mire gondolnak az új sugárzás kapcsán, az egy, ugye ott van egy ilyen mérőeszköz, és hogy az nem üzemel. Amennyire én tudom, ugye az a park és a szökőkút az a főkertnek a kezelésében van. Igen. Ugyanaz az őszinte válaszolom be a kérdésben, hogy nagyon szívesen utána kérdezek, hogy mi van ezzel kapcsolatban, és visszajelzek. Nyilván így hasból nem szeretnék mondani erre semmit. És még egy javaslat, vagy egy kérdés, hogy vannak ezek a lime rollerek, ami gyakorlatilag az egész Gazdagréd Sasadon csak így ott hagyják. Tehát, hogy én hallottam, hogy vannak tervek, hogy esetleg bővítsék a gyűjtőpontokat, de mondjuk itt úgyse használjuk ezt a területet most jelenleg nagyon semmire, hogyha itt lehetne létesíteni, ahol a magánemberek leteszik a rollert, vagy a közterület felügyeletesek elszállítják, legalább nem lenne szana széthagyva, nem lehetne közlekedni, mert jelenleg mindenütt csak úgy ott hagyják. Ez viszont teljesen egy akceptálható és támogatandó igény szerintem. Tehát, hogy az elmúlt években azért azt láttuk, hogy most főleg szerintem az elmúlt fél évben alakultak ki ezek a mobipontok, hogy kifejezetten oda kell lerakni őket, és ez a városnak a belső részén szerintem látványos javulást hozott ebben a kérdésben. Teljesen egyértelműen itt is ki kell jelölni ezeket a pontokat, hogy megfelelően és rendezetten legyenek lepakolva ezek a járművek. Csak egy röviden kiegészíteném, amit a Tamás mondott, hogy szerintem ez az egész ilyen roller történet, ez egy nagyon fiatal dolog, vagy nagyon gyerekcipőben járó dolog, és a rolleresek nem tudják pontosan, hogy hogyan kezeljék ezt a helyzetet, akik meg nem rollereznek, csak kvázi elszenvedik a
rollerezőknek a, nem tudom, közlekedési szokásait, meg hogy hogyan parkolják le, ők meg nyilván dühösek. És ez egy szemléletformálás kérdése, tehát hogy igenis arra kell ösztönözni a rollereseket, hogy tegyék le a megfelelő helyeken, ugye elkezdődött a kialakítása ezeknek a mobilitási pontoknak, és én abban bízom, hogy ugyanúgy, ahogy a kerékpározás is, bár tudom, hogy még mindig sok konfliktus van kerékpáros és autós, kerékpáros és gyalogosok között, de hogy azért mégiscsak, hogyha visszagondolnak, nem tudom, 10-20 évvel ezelőtthöz képest, nagyon sokat léptünk előre a kerékpáros közlekedés kultúrájában. Úgyhogy szerintem itt, ez tipikusan egy olyan terület, ahol az önkormányzat sokat tud tenni. És a másik dolog meg az építési ügyekkel kapcsolatban szerettem volna mondani, hogy ugye András mondhat, hogy nem politizáltok, és hogy ti csak, vagy szóval, nem akartok ilyen pártpolitikai ügyekkel foglalkozni, de szerintem ez tipikusan egy olyan ügy, ami pártoknak, politikusoknak, civileknek egyaránt fontos, és nyilvánvalóan elég nehéz egy kétharmados többséggel szemben mondjuk az építési törvényt megváltoztatni, finoman szólva, de amit tudunk tenni, és ami felelősségünk is tenni, hogy egyáltalán erre az ügyre felhívjuk a figyelmet. És ezt azért nem csak Új-Budán egy fontos ügy, szóval látjuk, hogy az egész országban, a Balatonon, a Szigetcsúcson, Kisorosziban, Új-Budán is egy csomó helyen ezek a megalomán építkezések, amik rendre a természet kárára történnek meg, ezek azért egyre több zsebben nyitják ki a picskát. És abban nekünk nagyon fontos együttműködnünk, hogy ezeket a véleményeket így egybe csatornázzuk, és ennek az egész építés ügynek a kérdését egy központi témává tegyük a közbeszédben, hogy aztán kellő nyomással igenis változásokat tudjunk elérni, akár, nem tudom, akár ellenzékből, akár hogyha végre változás lesz, akkor kormányról. Úgyhogy ebben én kimondottan szeretnék is mozogni majd országgyűlési képviselőként, és szeretném ezt az ügyet továbbvinni, és itt ez a három szint együttműködése, hogy sőt, igazából itt az Európai Parlamentnek is van funkciója, tehát Európai Unió, országgyűlés, önkormányzat és civilek, ebből szerintem sok jó dolog ki tud jönni. Ebben támogatni fogunk. Tehát nem vett, hogy én már annyi cikket írtam erről, hogy fejezzék be ezt a kiemelt beruházásokat, mert Új-Budára semmi szükség nincs. Lakásokra sem, meg irodaházra se. Tehát ebbe minden támogatást megkaptok. Vagy ha ti szerveztek valahol megmozdulást, oda fogunk menni. Csak egy gondolat ehhez, hogy szerintem Magyarországon azért lett szitokszó sokak szemében így a politika, mert nagyon sok esetben tartalom nélküli sártobálást látnak benne. Most konkrétan ez az építési szabályzat kérdése, ez egy olyan, ahol világos értékek állnak egymással szemben a jelenlegi kormány és a jelenlegi ellenzéki oldalon. Tehát azt látjuk az elmúlt 12 évben, hogy egy nagyon-nagyon központosító tendencia történik az állami közgatás minden területén, mindenféle jogkört inkább a központi kormányzati szervekhez utalnak. Na most szerintem az, hogy egy lakóközösség, egy város eldöntesse azt, hogy hogyan szeretne építkezni, hogyan szeretné felhúzni a saját otthonát, az egy nagyon-nagyon elemi és nagyon-nagyon természetes joga kell, hogy legyen minden közösségnek. És ebben szerintem lehet érvelni a központosítás mellett, én nem hiszek benne ebben a szituációban, és én azt látom, hogy a jelenlegi ellenzéki pártok ugyanúgy inkább ezt a decentralizált, a helyi szintre a szubszidiaritás elve alapján a különféle jogköröket visszatolni kívánó politikát viszik. Tehát ebben szerintem ezt teljesen nyíltan fel lehet vállalni, hogy itt ez a tétje ennek a választásnak többek között. Nekem ez a lakópolitika. Én még szeretném kihasználni az alkalmat, hogy Anna itt van körünkben. Én tudom, hogy ő mindent meg fog tenni Új-Buda érdekében az előrehaladás véget. Nem fogom soha kihagyni azt az alkalmat, hogy elmondjam és kérjem, hogy Kelenföldi pályaudvarra a mellékhelységet próbálják valahogy megoldani. Többen, nagyon sokan említik nemzetközi vasút pályaudvar, szégyen, hogy nincsen egy használható mellékhelység. Hiába van a buszpályaudvaron, azért az igen nagy távolság, ha éppen valakinek problémája van,
Én azt kérem, hogy erre mindenképpen próbáljanak hangsúlyt fektetni, és ezt megoldani lehetett. Ezt vettük, ez egy ilyen elég mostoha területre, de az új kormányban is hánykolódó területnek minősül így a Vitézi Lázár tengelyen, de azért ez egy eléggé kézzelfogható probléma, ami minden oldalnak fáj és fontos, úgyhogy igyekszünk itt kilobbizni valami. Nekem is lenne tényleg csak pár gondolatom. Olyan szépen erről jött a klíma kérdés és a klíma probléma. Ez egy hosszú távú dolog, mondjuk nagyjából 4-5 éven belül meg kell oldani egy olyan kérdést, ami ennek a lakótelepnek valószínűleg a jövőjét fogja érinteni. Az első problémám az, hogy milyen elképzelés van a forgalomkorlátozásban. Egész egyszerűen tudomásul kell venni, hogy az átmenő forgalom gazdagét környékén olyan módon emelkedett meg, ami egyszerűen nem tartható a továbbiakban. Nem csak környezetszennyezés miatt, hanem egész egyszerűen az itt élő emberek nyugalma, életvitele most már komoly veszélyben van. Komoly veszőparipám, ha már megint klíma és környezetvédelem és építés és egyebek, hosszú lét ügye. Ugye tudjuk, hogy mi van hosszú lét ügyben. Ez nem kormányzati terület, ez fővárosi terület. A főváros eladta a területet valakinek, aki ugye most csődbe ment, és valószínűleg föl fogják számolni. Ennek ellenére egy 400 lakásos társasház komplexum fog épülni arra a területre. Ez hogyan is lesz? Ezt én már sokszor felvetettem több fórumon is, egész egyszerűen nincs rá válasz, pedig ezt nagyon sürgősen meg kéne válaszolni, mert ebből a környéken botrány lesz, ha oda egy 400 lakásos társasházat fognak építeni. Itt a kút kérdése már fölmerült, mert ezt én sem értem őszintén szólva, hogy amikor hűteni kellene a környezetet, akkor miért nem hűtjük? Érthetetlen. Még egy komoly probléma, nem tudom, hogy a képviselő úr körbejárta a területét, láttam, hogy körbejárta, ugye látja a fákat. A fák sorra pusztulnak el, mert nincs öntözve. Nem tudom, hogy kellene megoldani, mert úgy látszik, hogy ivóvízzel nem fogunk tudni öntözni, mert nem lesz ivóvízünk lassan, de valami úton módon ezt meg kellene oldani, hogy ezt vízgyűjtő területtel, esővíz összegyűjtéssel vagy mivel, de azt gondolom, hogy 4 év múlva ennek a környéknek ugyanolyan vízproblémái lesznek, mint mondjuk Velencének, a Balatonnak és hagyna soroljam a többi részt. Én ezeket szeretném, hogyha közeljövő 4 évben megoldanak. Hát nem kis feladat. Lehet hallani, igen, lehet hallani. 1984 óta lakom, itt az első lakók egyike voltam. Úgy épült ez az 5200 lakás gazdagréten, hogy minden 4 lakáshoz 1 parkolóhely. Én tudom, hogy ezzel nem lehet változtatni, mert ez így van megépítve. Tehát hozzá kellene építeni valamit, illetve ezzel a helyjel vagy hely mennyiséggel kellene úgy gazdálkodni, hogy úgy kellene valamilyen módon kihasználni, hogy a házak közötti terület ne legyen annyira zsúfolt. És arra gondolok, hogy például ez a mögöttünk lévő parkoló, ez elvesztette fizető parkoló jellegét, pedig volt neki egy ilyenje, én is ott parkoltam, és ha most fizető parkoló lenne, akkor most is ott parkolnék. És gondolom, hogy elég sokan volnánk olyanok, akik még talán hajlandók volnának is áldozni erre, mert a mai autók nem valpulgok és trabantok a néhány 10 000 forinttal, hanem a néhány milliós se számít értéknek, hanem sok milliós tételekről van szó. A másik lehetőség pedig, amit gondolom ezek a nagy épületek húzkodnak, hogy megépültek itt ezek a parkolóházak, ugye itt is van egy, és mondjuk 50 méterre tőlünk egy másik. Itt gyakorlatilag éjjel nem lehet beállni. Illetve valamilyen módon meg kellene oldani, hogy aki hajlandó rá és ott akar parkolni, az meg tudja ezt tenni. Úgyhogy ezt nem tudom, hogy milyen jellegű szervezést igényelne, nem hiszem, hogy ez megoldhatatlan lenne. Az a piac, ami ugye ide jár minden hétvégén, az itt ezen a kövön is megtehetné ugyanazt az árusítást, amit azon a betonon megtesz. Nem volna olyan nagy különbség, és visszakaphatnánk azt a területet őrzött parkolóként, amit a Prizma nevű
önkormányzati cég kiválóan ellátott. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Igyekszem válaszolni itt a fő kérdésekre. Először ugye a szárazságra, meg így az öntözésre. Igen, én végigjártam most már egész sokszor itt a környéket, és én főleg múlt héten néztem így egészen elképedve, amit így itt is látunk, hogy tiszta sárga, teljesen ki van égve, minden fű, ahol éppen nincsen beépített öntözőrendszer. És ami nekem így igazából szemet szúrt, és kicsit így örömtelien is, hogy ez a száradnak ki a fák problematika, ez így egyre többeknek kiszúrja a szemét. És a Facebook csoportokban is már több ilyen felhívás jött, hogy igazából mi lenne, hogyha így összefognánk, és mindenki örökbe fogadna egy fát, és azt öntözni hetente egyszer. És szerintem ez egy olyan dolog, amiben szintén szövetséget tud kötni egymással úgy az önkormányzat, mint a helyi lakóközösségek, hiszen hogyha van kellő számú a lakókörnyezetért tenni akaró ember, és megvan a szervezési potenciál és az infrastruktúrális támogatás, amit tud adni az önkormányzatnak, akkor ez nem egy nagy feladat igazából ezt megszervezni. Mert én tényleg úgy láttam, hogy itt, sőt, is úgy láttam, hogy szoktam a 10 millió fásokkal itt fát ültetni, meg locsolni így az őszi meg a tavaszi szezonban, tehát hogy tudom azt, hogy itt van erre tenni akarás, lelkes emberek, akik ezzel tudnak foglalkozni. Én ezzel nagyon-nagyon szívesen foglalkoznék. Így, ha nekem van valami tapasztalatom ebben a világban, az a közösségszervezés, úgyhogy én ennek nagyon-nagyon szívesen lennék a kapacitátora. A másik dolog, ja igen, még itt elhangzott, hogy az ivóvíz, ebben Mátyás nálam ezerszer szakértőbb, már csak azért is fel ez a végzettsége, de én úgy tudom egyébként, hogy vannak nagyon jó eszközök most már arra, hogy hogyan tudunk vizet megőrizni, tehát akár az Itának volt ez a kezdeményezése, hogy lehet a társasházaknak pályázni esővízgyűjtő tartályokra, szerintem ez a mai napig egyébként egy elérhető lehetőség. Másrészt, amivel egyébként én az elmúlt hetekben szembesültem ezzel a szürke víz, vagy hogy hívják ezt a dolgot, ugye, hogy például a zuhanyzásnál fennmaradt vizet, azt egy laborba össze lehet gyűjteni, és azzal ugyanúgy lehet öntözni még egy ilyen 24 órán belül a fákat, és már azzal is tudunk spórolni, és újrahasznosítani ezeket a vizeket. De Matyi még biztos tud mondani erről. Megnyugtatásképpen az ivóvízzel nem lesz probléma Budapesten, tehát az lesz. Viszont nagyon örülök annak, hogy elhangzott az, hogy nem feltétlenül kell az ivóvizet erre használni, hanem a csapadékvíz gazdálkodás, ugye nem elvezetés, hanem gazdálkodás, erre kell átállni. És például, hogyha itt most arról van szó, hogy a közeljövőben itt megújulásra kerülnek ezek a terek, akkor a tervezés során ezt például figyelembe kell venni, hogy lehetőleg a lejtéseket úgy alakítsák ki, hogy az ne a csatornahálózatba vigye rögtön a vizet, hanem valamilyen zöld felületre vezesse, és akkor ha ott túl sok van, amit már nem tud elnyelni a föld, akkor mehet a csatornába. Tehát ilyen megoldásokra kell figyelni. A fák esetében pedig, ugye fiatalabb fáknál szokták használni főleg, de szerintem ezeknél is abszolút működik ezek az ilyen 70 literes zsákok, amik gyakorlatilag csepegtetik a vizet. Arra kell számítani, hogy ezek a hosszú, száraz, meleg, aszályos időszakok, ezek növekedni fognak, úgyhogy adaptálódni kell. Csak hogy erre egy picit reagáljak, mert valóban ez lenne a megoldás, és hát a Nyugat-Európában meg tudták oldani, akkor szerintem Magyarországon is meg lehet oldani, amirünk ennyire buták, vagy lemaradva tőlük. Még valami eszembe jutott ez a dolog, hogy feltétlenül muszáj-e tarvágást csinálni a mezőkön. Szóval én úgy veszem észre, hogy Nyugat-Európában sehol nem divat már ilyen módon lenyírni a füvet, aminek ugye az lesz a következménye, hogy totálisan kiszárad. Így a víz forgási sebesség és rendszere sem tud megmaradni, lévén, hogy eltűnik a víz, mert hogy teljesen kiszárad, kiég a fű. Ez a rét, nem tudom, hogy mondják szaknyelven, ez a rétgazdálkodás, vagy a rétesítés, hagyni a növényeket. Ebből a szemben azt kell mondanom, hogy az egyik legnagyobb örömöm az itteni térnek, ugye az új térnek a fazonja és a kialakítása, hogy ez mekkora siker lett. Én nem hittem volna, hogy Gazdagvér legszebb parkja nyílik meg itt, mert hogy az lett,
ami valóban ennek a környezetnek és ennek a közösségnek nagyon fontos szempontja, olyan növényzetben lehet létezni, ami környezetbarát és emberbarát. Viszont, hogyha ennyire levágjuk a füvet, akkor ez problémát fog okozni, mert egész egyszerűen látszik, hogy nem marad a talajban víz. Ezzel valamit kezdeni kellene, ha csak picivel növelni a talajnak a magasságát, már szerintem az is sokat jelentene, de talán meg lehetne hagyni egy kicsit ezt ilyen régyszerűnek, ezt a dolgot. Na, csak itt behoznám azt hiszem, hogy a Bardóczi Sándor, a fővárosi főkertész, bocsánat, igen, írt erről nagyon érdekeseket a Facebookon, hogy ugye például ezek a sokat vitatott mélegelők, amik kb. Egyik ilyen legnagyobb konfliktus forrásá vált a kormány és ellenzéki oldal között, hogy ezek ugye nem csak a méhek miatt vannak, hanem pontosan azért is, amit ön is mond, hogyha magasabban hagyjuk meg a növényzetet, akkor kevésbé szárad ki, akkor nem ilyen sárga, kiszárad füves területeket látunk. És arról is írt, hogy Amerikában konkrétan már pénzügyi ösztönzőkkel is próbálják azt elősegíteni, hogy a magánkertekben is alakítsák át a kertjeiket, és olyan növényeket ültessenek, amelyek jobban bírják ezt a szárazságot. És tehát látszik, hogy itt nagyon sok szinten kell átállnunk gondolkodásban, és egyébként el is kell azt fogadnunk, hogy az, amihez mi hozzászoktunk az elmúlt sok száz évben, hogy az a normális, hogy nem tudom, füves területek vannak, meg bokrok, meg fák, az mostantól nem biztos, hogy működni fog, és ez mind a magánterületeken, mind a kerületi, mind a fővárosi önkormányzat által kezelt területeken ezt a szemléletet át kell fokozatosan vinni, és igen, szerintem nagyon fontos, amit a Tamás mondott, az tudott, mármint, hogy itt a lakossággal is együtt lehet működni. Nekem erről az jut eszembe, hogy én 2011 és 2012-ben Berlinben tanultam, és akkor elmentünk egy ilyen sétára egy helyi civillel, aki bemutatta, hogy hogyan működött egyébként még a rendszerváltás előtt az a kerület rész is azóta, és ott mondták, hogy ott vannak úgynevezett ilyen Baum Pátert Schaftok, vagy nem tudom micsoda, de nem tudom pontosan német szót már, de az volt a lényege, hogy így örökbe fogadtak fákat, mit tudom én, két szomszéd, és egyszerűen az volt a feladatuk, hogy ezt gondozzák azt a fát. És akkor még nem volt ez az egész klímaváltozás ennyire mindennapos ilyen fenyegetettség érzése meg, és akkor egy picit úgy mosolyogtunk ezen, hogy hát ezek a nyugat-európaiak nem tudnak jó dolgukban mit kezdeni magukkal, és így délután a fákat gondozgatják, és ma meg ott tartunk, hogy hát igen, ezt kéne csinálni mindenhol, mert másképp egyszerűen a zöld környezet az nem fog fönnmaradni. Erre csak egy mondattal, hogy legalább, mert a sacsat lakóban, ha valaki körbesétál, és megnézi a kis fákat, akkor azt látja, hogy minden kis fán rajta van egy pici cédula és egy gyereknév. Ez azt jelenti, hogy valamelyik gyerek gondozásba vette az adott fát. Tehát elindult ez a fajta mozgolódás és mozgalom. Erre kéne szerintem ráülni, nagyon határozottan továbbfejleszteni ezt a gondolatot, és igenis az emberekben tudatosítani azt, hogy nélkülük ez a környezet nem fog megmaradni. Csak még annyit, hogy egyébként Sashegyre, ott a Sashegyi Dimpi is folyamatosan hívta az embereket locsolni. Hozta a vizet, és az emberek jöttek és locsolták, ugye most ebben az időszakban is ezt folyamatosan csinálják, és egyébként az emberekben benne van az, hogy igenis segíteni akarunk. Ugye maga az a közösségépítés, a közösségi érzés és az összeállás az, ami esetlegesen hiányozhat, vagy pedig ez a kis rész, ahol mi együtt lehetnénk, ott nincs az egy ember, aki megszervezze. Ja, nagyon fontos, nekem volt egy ilyen szalonna sütőnek nevezett valami, amit mondjuk úgy, hogy egy ilyen beton rész, aminek a közepe egyébként virággal volt beültetve, egy csodálatos tulipán van egyébként tavaly. Különböző színűek, fajtájuk, tényleg gyönyörű volt, amikor virágzott. Ide jöttem, lefényképeztem, tényleg nagyon szép volt, majd 2-3 nap múlva láttam, hogy akik gondozták, azok kirakták, hogy az összeset ellopták. Tehát nem csak levágták a virágot, hanem kiszedték a hagymát is. És azóta, amit én
az, igen, az a három, az volt az. Azóta most gazos, ha jól tudom. Én azt láttam, hogy az gazos. Igen, mert nem gondozza az, aki eddig gondozta. Tehát ma itt egymásra is kell figyelnünk. Tehát az a fontos, hogyha elkezdünk zöldíteni, akkor egy közösségiben itt egymásra is kell figyelnünk, és az, hogyha látunk valamit, akkor rászólunk egyébként az ember, és a szemléletformális is azért is ilyen fontos, hogy egymással tudjunk, és egymásra is rászóljunk, és ne férjük azt mondani, hogy ne dobd el a szemetet, vedd fel a szemetet, és ez egyébként Nyugat-Európában működik, tehát, hogy ezek az öregbefogadás, az, hogy vigyázzunk a környezetünkre, az közösen nem csak az önkormányzat, hanem mindenkinek az érdeke, és szerintem ezt kell nekünk képviselni egymás felé. Mi egyébként ebben teljesen egyetértünk, és ezt képviseljük, de ehhez szükségünk van a lakosság segítségére, és akik ezért tenni akarnak, azok jöjjenek velünk, mert mi bátorítjuk és várjuk is őket. Szerintem ez a fontos, és egy ilyen közösségi élet, ezt csak így lehet felépíteni. Abszolút, abszolút egyetértek, és a másik kérdés, amit feljött még a parkoláshoz, meg emlékszem, az egy keményebb téma ennél, amennyire én érzékelem. Szerintem az teljesen egyértelmű, hogy azt kell priorizálni egy városnak, hogy főleg egy ilyen lakótelepi környezetben, hogy az itt élőknek a lehetősége, hogy a saját járművüket elhelyezzék, az biztosítva legyen. Nekem azért az a tapasztalatom, hogy ez az a téma, amit szerintem hárman, ötféleképpen gondolnak ebben az országban. Matyival szoktuk mostanában nézegetni, hogy azoknak a Facebook posztjainknak van ugye a legnagyobb elérése, ami így a parkolással kapcsolatos, mert ott biztos, hogy hatalmas viták vannak, meg összeveszések, meg egyetlenértések. Úgyhogy szerintem ez nagyon-nagyon empatikusan és lépcsőzetesen kell közelíteni ehhez a kérdéshez. Nyilván van ebben is sokféle eszköz arra, hogy hogyan lehet rendezettebbé tenni azt a parkolási helyzetet, amivel itt Gazdagréten, ugye a kis utcákban szembenézünk. Itt el is hangzott ugye például ugye a fizetőssététel, ez ugye most több helyen történik. Lehet ugye ilyeneket, hogy felfesteni a parkolóhelyeket ott, ahol nincsen. Lehet nem megengedni azt, hogy a járdára álljanak. Ez viszont mind-mind olyan dolog egyébként, ami azt hozza magával, hogy kevesebb parkolóhely lesz, és egyébként ez pedig nagyon-nagyon sok itt élőnek pedig sérti az érdekeit. Szerintem ez az a kérdés, amihez csak és kizárólag úgy szabad hozzányúlni, hogy egy ilyen nagyon-nagyon intenzív lakossági véleményfelméréssel. Most én például voltam egy pár héttel ezelőtt Szandrával ugye Érden egy ilyen tanulmányi kiránduláson, ahol ezt a lakossági gyűlés nevű eszközt, ilyen civil részletességi eszközt néztük végig. Ott arról volt szó, hogy ugye Érd egy ilyen alvóváros alapvetően, ugye az ott élőknek a többsége az igazából ide jár Budapestre dolgozni, és csak ott töltik ugye az estéjüket, amikor hazamennek. Ezt viszont egyébként nem szeretik, mert részben szerintem ez nem egy annyira jó, és nem egy annyira kényelmes, és nem egy annyira élhető lakókörnyezetet biztosít. Ezért megjelent az igény, hogy ugye ez volt hiszem a fantázia neve ennek az eseménynek, hogy hogyan lesz az alvóvárosból élő város. És ugye ez a lakossági gyűlés az arról szól, hogy lényegében sorsolásos alapon kiválasztanak egy, nem tudom, 100-120 fős egyébként az adott lakókörnyezetre reprezentatív csapatot az ott élőkből, majd őket egy több alkalmas sorozaton keresztül egyrészt megismertetik a problémának a különféle árnyalataival, nézőpontjaival, majd utána szakértőkkel, majd ilyen közösségszervező szakértőkkel beszélik át ilyen különféle kis csoportos foglalkozásokból, hogy hogyan is lehetne, milyen megoldásokat lehet erre találni. Én például arra nagyon-nagyon nyitott lennék, hogy mondjuk ezt a gazdagréti parkolási helyzetet, ezt így közelítsük meg, és tényleg így egy közösen találjunk erre egy olyan megoldást, ami utána minél szélesebb rétegeknek a támogatását élvezi. Mert itt tényleg azt kell látni, hogy ha valaki azt mondja, hogy jó legyen fizetős, az egy nagyon bátor és nagyon radikális és egyértelmű eredményt hozó megoldás, vagy jó, fessük fel, és akkor lehet, hogy 30%-kal kevesebb parkolóhely lesz, és egyébként rendezettebb lesz a dolog, de egyértelműen nagyon sok ember pedig magunkra fogunk haragítani, és egyébként feszültséget keltünk a lakosságban. Szerintem a felelős városvezetésnek az a feladata, hogy megtalálja az arany középutat egy ilyen helyzetben, és egyszerre fejlesz-e magát a kérdést, de úgy, hogy ez tényleg minél szélesebb rétegek számára legyen elfogadható az az út, amin elindulunk. Úgyhogy én alapvetően így közelítenék ehhez a kérdéshez. Itt van.
Igen. Amit az én javasoltam, azok a lakótelep szélén vannak, ezek az autók be sem mennének a lakótelepre. Én sem mentem soha, de én ugye egyébként a Legős utcában lakom, nincs miért oda mennem, mert nem ott parkolok most sem. Tehát olyan megoldásokat kell találni, amit ezek az autók nem is fogják használni magát a lakótelepet. Ez itt a lakótelep szélén van. Ez az épület itt velünk szemben a lakótelep szélén van. Az ott a másik oldalon nem is a lakótelepen van. Tehát olyan megoldásokat kell találni, hogy az utak és a meglévő parkolóhelyek felszabadulhassanak, ha úgy tetszik, ennek megfelelően kellene gondolkodni. Igen, egyébként erre egyébként szerintem vannak tök jó példák, azt hiszem Terézvárosban, meg talán Józsefvárosban, hogy ott a városvezetés megállapodott a különféle ilyen áruházakkal, tehát itt van például a adekvát párhuzam ugye az Eleven Centernél, hogy azt, amit a fizetős parkolásból bevételként kap a kerületnek a parkolási cége, azt arra fordítja, hogy kedvezményes parkolóhelyeket bérelje a lakosok számára az áruházaknak az este egyébként értelemszerűen kihasználatlan parkolóiban, és így szerezve újabb elérhető lakossági parkolóhelyeket. Tehát ez szerintem egy járandó út, és ez egy jó. Mondtam így első ránézésre, hogy körülbelül 200 parkoló. Két épület és ez a hely. Fönt van egy ugye, a lakótelep tetején, az működik, tehát a 20 éve legalább. Az nem keresek. Ez itt nem tudom kinek kell, mert senki nem használja normálisan. De a piac kedvéért megszüntették ezt a lehetőséget. Szóval ez a parkolás gond, ez nyilván mindenhol, minden világváros komoly problémát jelent. Abban biztos vagyok, de legyünk naívak, hogy ezt kényszerrel nem lehet megoldani, meg büntetéssel, ez nem fog menni. Egész egyszerűen, mert szerintem az európai gondolkodásmódban még mindig a kényelmi szempontok vezérelnek. És ezeket a kényelmi szempontokat átültetni az emberek fejébe borzasztó nehéz. Ezt egész egyszerűen gondolat formálással lehet megoldani. Az embereket egész egyszerűen át kell vezetni azon a dilemmán, hogy mi van akkor, hogyha 500 méter gyalogolnom kell. Hogy hogyan fogom ezt megoldani. Ha képtelen saját magának megoldást találni, akkor azoknak a szerveknek kell szolgáltatniuk, akik erre tudják a megoldást. Ha az a megoldás, hogy egy villanyautót teszek le egy parkolási övezetbe, mert aki nehezen mozog, vagy súlyos csomagokkal közlekedik, és szeretne így hazamenni, akkor ezt tehesse meg. Tehát vannak megoldási lehetőségek, jobbnál jobbak, csak most már el kéne kezdeni ezeket megvalósítani. Az a baj, hogy én azt látom, hogy ötlet rengeteg van. Csak egyik sem valósul meg. És nincs ennyi időnk. Tehát én azt gondolom, hogy a klímaváltozás és az ökoszisztémaválság ez kb. 5-10 év múlva úgy be fog köszönteni, hogy utána tök mindegy, hogy mit próbálunk csinálni. Abszolút egyetértek, és szerintem főképp azt kell látni ebben az egész autózás kérdésben, hogy nyilván senki nem jó kedvéből autózik, hanem azért, mert el akar menni egyik pontból a másikba. És tök jó, hogy feljött ez a stratégiai tervezés, ami most volt ugye a Feneketlen tónál. Ugye van ennek egy kérdőíve, amit ha jól tudom, július 31-ig lehet kitölteni még az interneten, ez a újbuda.hu-nál is férhető. És láttam, hogy abban van egy ilyen kérdés, ami így azt méri fel, hogy milyen szolgáltatások érhetők el ilyen 15 perces gyalogtávolságban az embernek a lakóhelyétől. És ugye erre van is egy ilyen városfejlesztési koncepció, most már egyre nagyobb teret nyer így a nyugati világban, hogy ez a 15 perces város, aminek az a lényege, hogy úgy kell szervezni az egész várost, hogy a legfontosabb ilyen alapszolgáltatások, meg amikben élünk, azok egy ilyen 15 percen belül besétálhatóak legyenek. És valószínűleg, hogy ezt minél több helyen tudjuk megvalósítani egyébként mondjuk Budapesten is, annál kisebb lesz az igény arra, hogy egyébként autózzunk. Úgyhogy itt egyébként megint csak én arra biztatnék mindenkit, hogy töltsétek ki ezt a kérdőívet, hiszen annál jobban fogja látni a város azt, hogy itt gazdagréten mik azok az igények, amiket még itt pótolni kell, annak érdekében, hogy ne kelljen beautózni mondjuk a Újbuda központjába, vagy éppen át a folyó túloldalára. Nem csak politikusokkal szemben vagyok kritikus, hanem önmagunkkal szemben is. Ja, ne felejtsük el, hogy jó néhány évvel ezelőtt itt mély garázs épült volna, és mi utasítottuk el. Tehát ilyenkor azért gondolkozzunk el azon, hogy parkolási problémánk van, de amikor meg akartuk oldani, akkor meg megvétóztuk. Teljesen egyetértek azzal, amit az úr mond, és amit te is mondasz, hogy nincs mese, el kell fogadni, hogy ki kell szállni az autóból.
egy területen bizonyos autómennyiség fér el, előbb-utóbb bizony át kell nyergelni. És úgy felkészítelek a következőkre, hogy nagyon sok ismert közösségi ember vagyok, rengeteg ismerősöm van Budaörsön, Török Bálinton meg tovább. Már most mondják nekem, hogy hát ha Örmezőn, majd nem jobbra fordulunk, hanem balra. Itt ezt a területet fogja elönteni az agglomeráció, mondván, hogy nincs más megoldása. Tehát megint egy problémát gyakorlatilag nem mi, nem a kerület vezetése, az élet innen odatól. És majd amikor az úr most, hogy paraszkodott is jogosan, na majd nézzük meg ezt januártól. Mert nagyjából januárban vezetik be Örmezőn az ottani parkolást, és mondom, az agglomeráció már készül. Tehát ő egyszerűen feldolgozza így, és majd akkor jönnek ide. De mindesetre egyszerűen a kis százal vége, hogyha van születik, akár a Tamás segítségével, vagy Zita segítségével, valamilyen vagy az Anna, valamilyen megoldás, akkor ne utasítsuk már Erzsigelből, könyörgöm. Mert azért nincs itt parkolóház, pedig lehetett volna. Mert az, hogy meg tudnak-e egyezni a képviselők az Eleven Centerrel, vagy itt az Aldival, hát az egy... Ez egy nagy kérdőjel, mert ha az Aldi nem akarja, magántulajdon. Ha az Eleven Center nem akarja, magántulajdon. Akkor aztán leshetünk, hogy szeretnénk mi ide parkolókat, ő meg azt mondja, ő meg nem. Aztán ennyi. Tehát én még mindig azt mondom, hogy lehet, hogy még mindig gondolkozni kell. Nem tudom, most itt ez a zöld terület, ez Eleven Center-i? Ugye? Hát igen. Mert ugye ott is arról volt szó, hogy az Eleven Center épít egy parkolót ismereteim szerint, talán még mély parkolót is, sőt még össze is akarta kötni, hogy egy átjáró legyen. Na most kérdezem én, most ez azért valósul, vagy nem valósul meg, mert az Eleven Center visszalépett, vagy megint valaki keresztbe tett ennek, pedig hasznos lenne? De még mennyire? Hány autót el lehetett volna oda tenni? Úgyhogy ebbe is szerintem van lehetőséged lépkedni. Most úgy hallottam, hogy az Eleven Centerben is, mintha valami váltás vagy vezetőváltás történt volna, mert akit én eddig ismertem, azért az nem volt a rugalmasság bajnoka, fogalmazunk így szeliden, de remélem, hogy tényleg új van, és akkor tudsz velük egyezkedni. Úgyhogy ez jövő, és azt mondom, hogy hajrá, és hát a kedves lent élő gazdagrétiek, hát januártól majd megnézzük, hogy hány autó fog ide beparkolni. Sejtésem szerint elég sok. Köszönöm szépen. Van még kérdés? Még egyet látok. Óbubi állomás, ugye lehet telepíteni, hogy nemrég egy csomót átos, így várjuk. Azért, mert hogy fokozatosan tud ez is haladni, mert ez is pénzkérdés, de mi folyamatosan jelezzük a fővárosnak, hogy a 11. kerületben nagyon nagy igény van a külső területeken is, akár itt Gazdagréten, akár külső Kelenföld és Albertfalva felé, hogy minél több bubi állomás legyen. Nagyon népszerűek ezek az új bubik, egyébként most én is használom, mert nagyon praktikus, amikor az ember nem a teljes utazásra akarja használni otthontól munkahelyig, munkahelytől hazáig, hanem csak egy részére, akkor nagyon jól tudja helyettesíteni a saját biciklit, és ezek már tényleg kényelmesek, gyorsak, nagyon egyszerűen ki lehet őket kölcsönözni, úgyhogy az önkormányzat, meg mindenki, aki Újbudáért felel, továbbra is azért kilincsel a fővárosnál, hogy minél hamarabb bővítsék ezeket az övezeteket. Ugye most 11 új állomás került átadásra, és már ekkor jeleztük, hogy menni kell tovább, mert nagyon nagy a kereslet. Hogy itt ugye most már, hogy nem kell dokkolót építeni, tulajdonképpen bárhol le lehet őket rakni, a bővítésnek itt az a legnagyobb gátja, hogy a járműparkot kell bővíteni. Mert hogyha csak új állomásokat alakítanak ki, akkor ugye elfogy máshonnan. Oké, és nem látok most több kezet így a levegőben, úgyhogy én nagyon-nagyon szépen köszönöm mindenkinek a részvételt. És még annyit szeretnék így zárásként kérni tőletek, hogy ugye most szombaton kezdődik az ajánlásgyűjtés a kampányra, ahol nekem, ha jól tudom, 72 vagy 73 ajánlást kell összegyűjtenem majd ahhoz, hogy rá is kerülhessek a szavazólapra. Úgyhogy mi aznap egyébként itt leszünk a piacon, illetve az Elephant Centernél pultokkal délelőtt, illetve délután 2-től így már az ebédszünetbe nem annyira belezavarva, akkor így a segítőimmel elindulunk itt a Regős utca paneljaiban kopogtatni, de az nekünk egy nagy segítség lenne, most is hoztunk ilyen szimpatizáns íveket, hogyha esetleg most meg tudnátok adni, és
támogatnátok engem egy aláírással abban, hogy, hogy elindulhassak, és ha megadjátok az elérhetőségeteket, akkor az nekünk egy nagy segítség tud lenni abban, hogy, hogy minél gyorsabban tudjuk majd abszolválni ezt a feladatot most szombaton. És igazából szerintem ezzel így le is zárnánk a dolgot, és nagyon köszönöm még egyszer Andának és Zitának, illetve természetesen nektek, hogy eljöttetek és meghallgattatok minket.